Fejlesztés. 12 milliárd forintos beruházás zajlik Nyíregyházának kertvárosban. Vizsgák. A végéhez közelít a május-júniusi érettségi időszak, a napokban még szóbeliznek a diákok. Kevesebb a dohány. Idén 126 hektárral kevesebb területre kötöttek szerződést a termelők, mint 2018-ban. Tizenkét milliárd forintos fejlesztésbe kezdett az önkormányzat a kertvárosban, ezért a helyiek türelmét kéri a városvezetés. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A városrészben ugyanis számos útmunkálat korlátozza a közlekedést és okoz más kényelmetlenséget is az ott lakóknak. Az önkormányzat ugyanakkor azt ígéri, hogy a megvalósuló fejlesztések hatására élhetőbbé és biztonságosabbá válik a kertváros. Kocsik sorakoznak az ideiglenesen kihelyezett jelzőlámpánál Nyíregyháza Dugonics utcájában. Ahogy kertváros több pontján, úgy itt is útmunkálatok lassítják a haladást, és okoznak megnövekedett zaj és szállóporszintet. A városrészbe sok pénz jut, így van miből fejleszteni. Összesen a tapos források az több mint 12 milliárd forintos beruházás jelentenek itt a Barna mezővel együtt, plusz az önkormányzat még a Tenisz utca környékét, a Tagló utcát újítja fel még több 100 millió forintból, úgyhogy ez egy szép összeg, ami ide egyszerre a kertvárosba érkezik. Ilyen még nem volt a kertváros történetében, hogy egyszerre ennyi helyszínen is ilyen nagy beruházások folynak. A félútpálya lezárva, néhány napja kezdődött el a Tiszavasvári úti körforgalom kialakítása a szélső Bokori útnál, amelyen a 36-os főút forgalmát lassítanák le ezen a szakaszon. A várhatóan decemberig tartó munkálatok több ütemben valósulnak meg, az arra közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk, valamint az érintett autóbusz megállókat ideiglenesen áthelyezik. A kertváros átmenő forgalmának csökkentésére a Róka-Bokori út elkerülőig való kiépítésétől vár megoldást a városvezetés. Az önkormányzat azt tervezi, hogy ha ez megvalósul, akkor a kamionforgalmat azt abszolút rátereli Nyíregyházának arra a részére, éppen azért, hogy a kertvárosi övezetben lakók úgy is érezzék, hogy kertvárosi övezetben, egy pihenő övezetben élnek és laknak erre. Az önkormányzat ezt a tervhalmazt ezt azért alkotta meg, hogy ennek a végén, hogyha az útrajtások megvannak, akkor egy sokkal kellemesebb, zaj és pormentesebb kertvárost adjunk a nyíregyháziaknak, amiért egyszer ide költöztek ki, és ennek a megvalósítása zajlik éppen. A balesetvédelmi szempontból is fontos munkákat kísérő kellemetlenségek kapcsán több panasz is érkezett már az önkormányzathoz, amely a beruházások befejezéséig a lakosság türelmét kéri. 4 hónappal meghosszabbítva a parlament október 31-ig tolta ki a banki adategyeztetés határidejét. A változtatás a hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfél átvilágítás megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet. A szolgáltatóknak a hatályba lépés követő 3 napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem, vagy nem teljes körűen történt meg. Így az érintett ügyfelek egyértelműen tudomást szerezhetnek a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségükről és annak meghosszabbításáról október 31-ig. A módosítás célja, hogy kellő időt biztosítson az eljárások lefolytatására, megakadályozva ezzel, hogy a banki tranzakciók június 26-a után több mint 1 millió ügyfél esetén bármilyen akadályba ütközzenek, írja az MTI. A napokban minden vizsgázónak véget ér az érettségi időszak. Sok középiskolában már az előrehozott szóbeliket tartják. A május-júniusi érettségi szezonban több mint 110 ezeren írásbeliztek. Szóbeli vizsgák száma emelt szinten közel 43 ezer, középszinten pedig 272 ezer. Ünneplőbe öltözött középiskolások a nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban. Ők az intézmény 11-es tanulói, most előrehozott érettségit tettek. Ez a lány például angolból vizsgázott, elárulta nekünk, hogy a szóbeli résztől jobban félt, mint az írásbelitől, de mindenki bíztatta, ami önbizalmat adott neki. Ő már a jövőire is gondol, ezért döntött az előrehozott érettségi mellett.
Az első fontos dolog, ami miatt meggyőztem magamat, hogy ezt meg kellene csinálnom, hogy 2020-tól ugye a mi oktatási, vagyis hát a mi érettségi rendszerünk eléggé meg fog változni, és két emelt érettségit szeretnék tenni azért, hogy egy egyetemre bekerülhessek, ami már régóta az álmom, és én angolból szeretném magamat kipróbálni emelt szinten októberben, és ezért csináltam most ezt a vizsgát májusban, hogy ugye ősszel szinten előzhessek. A Kölcseiben évről évre egyre többen tesznek előrehozott érettségit. Idén érték el a rekordot, 93 tizedikes vagy tizenegyedikes diák mérettette meg magát. Közülük a legtöbben angol, német és vagy informatika tantárgyakból. Az iskola igazgató helyettese szerint alaposan felkészülnek a maturáló tanulóik, ami aztán az eredményeiken is meglátszik. Mivel a diákjaink megfelelően motiváltak, és a cél az minden esetben a továbbtanulás számukra, ezért nagyon lelkiismeretesen fel szoktak készülni az érettségi vizsgákra, így minden évben nagyon jó eredmények szoktak születni, tehát 4,6, 4,7-es, sőt néha 4,8-as érettségi átlagok is, és ez nem volt másként ebben a tanévben sem. Az intézményben idén 5 bizottság előtt zajlottak a szóbeli vizsgák. A 12-eseknek pedig szombatig már ki is osztották az érettségi bizonyítványt. Ezen a héten az előrehozott érettségiken a sor, ami az egyik bizottság elnöke szerint rendben is zajlik. A konkrét tapasztalatom az, hogy kicsit gyomorgörcsel jön mindig az ember egy másik intézménybe, hogy vajon mit fog látni, jaj, aggódik a diákokért, jó fognak-e szerepelni, nem. De el tudom mondani, hogy egy nagyon gördülékeny érettségén veszek részt, mert tart még, illetve a diákok is nagyon felkészültek, és nagyon szép eredmények fognak megszületni ezen az érettségén, úgy hiszem. A tanárikar is nagyon felkészült, és azt tudom mondani, hogy teljes egészében, szabályosan és mindennek megfelelően nagyon éretten, profin csinálják a dolgukat. Az érettségi időszak írásbeli vizsgái mintegy 111.100-an adtak számot tudásukról, a szóbeliket illetően pedig emelt szinten közel 43.000, középszinten 273.000 vizsgát tartottak, illetve tartanak még a napokban. 2018-ban valamivel több mint 5400 tonna dohány termett Magyarországon, ez 20%-kal marad el az egy évvel korábbi termés eredménytől. Ebben az évben még kevesebb lehet a termés, ugyanis a tavalyi évhez képest a termelők 126 hektárral kevesebb területre kötöttek szerződést. Az ágazat működését évről évre egyre inkább nehezíti a súlyos munkaerőhiány. A dohánytermelést sok irányból éri kedvezőtlen hatások, egyrészt az időjárási viszontagságok. A nyári időszakban 2018-ban nagyon aszályos volt az idő, ezért volt minőségi és mennyiségi csökkenés is az ágazatban. Az időjáráson túl a foglalkoztatás is problémás, mivel a dohány nagy mértékben kézi munkát igényel, a dohánytörés kemény fizikai munka, ehhez nem tudnak megfelelő létszámot biztosítani a gazdák. Sokan közmunkásként dolgoznak inkább, valamint az építőipar is elveszi a munkaerő egy részét, közölte Bényei Illés 35 perc című műsorunkban. Ennek következménye, hogy a termelők száma is csökkent az elmúlt években. 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor 5855 hektáros kvótát kapott Magyarország. Ma, mint ahogy hallottuk a bejátszásból, az elmúlt évben 3253 hektár volt, ebben az évben 126 hektárral kevesebbre kötöttek a termelőink szerződést, és bizony a termelők létszáma is jelentős mértékben csökken. Az imént említett uniós csatlakozáskor még 1200 fölött volt a termékértékesítési szerződést kötőknek a száma, ebben az évben a 2019-es éve 700, valamivel több mint 700 termelő már csupán, aki szerződést kötött. Tehát arányait nézve egyrészről csökken a termőterület, másrészről csökken a termelői létszám is. A két évvel ezelőttihez képest 2018-ban kisebb termőterületen rosszabb dohánytermést takarítottak be a gazdálkodók, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének termelési jelentése szerint.
Magyarországon 2018-ban 3253 hektáros termőterületen 5448 tonna dohány termett, ami 20%-kal maradt el a 2017-es 6802 tonnás termés eredménytől, amelyet összesen 3380 hektáros területről takarítottak be. Az átlagtermés hektáronként 1,67 tonna volt, szemben a két évvel ezelőttihez, ami a 2 tonnát is meghaladta. Ez európai viszonylatban is jó aránynak számít. Idén az ültetés rendkívül aszályos időszakban történt, de a hidegszeles időjárás miatt a kiültetett dohányok nem tudtak fejlődni. A homok volt, ahol betakarta a dohányt. Jelenleg a csapadékos időjárás miatt pedig nem tudnak gépi munkát végezni a földeken, néhol még a kézikapálás is problémás. A gazdák számára ezért is fontos az ágazat támogatása. 2020-ig szól az uniós támogatás, és tulajdonképpen a magyarországi nemzeti támogatás is eddig az ideig van meghirdetve. Nagyon reménykedünk abban, hogy a nemzeti támogatás megmarad, még abban az esetben is, ha esetleg nem sikerülne az uniós támogatásokat visszahozni, visszalopni az ágazatba. Annak érdekében, hogy ez a támogatás, ami volt korábban a 2015-ös évet megelőzően, hogy ez az unió részéről befogadásra kerüljön, elég komoly lobby munkát fejtenek ki a feldolgozók és a termelők által életre keltett tavaly előtti évben a Európai Dohánytermelők és Feldolgozók Szakmaközi Szervezete. Mikor várható ebben valami döntés? Azt kell mondanom, hogy már most látható az, és nem csak ennek a szervezetnek a munkájából, de tudok arról, hogy vannak olyan országok, amelyek azt a korábbi 68-as cikkeiként említett passzust, amelyik lehetővé tette a közös agrárpolitika szabályaitól eltérő módon történő támogatást, ez újra napirendre kell, hogy kerüljön a 2020 utáni költségvetési ciklusnál. A Virginia dohánytípus termőterülete 95, amíg a Burley-é 36 hektárral csökkent 2017-hez képest, előbbi fajtánál 18, míg az utóbbinál 29%-kal volt kevesebb a betakarított termés mennyisége. A dohány felvásárlási ára a Virginia fajta csoportnál 2018-ban kilogrammonként átlagosan 587 forint, míg a Burley-nél 483 forint volt. Ehhez képest 2017-ben 1 kg Virginiáért átlagosan 571, míg a Burleyért 473 forintot fizetett a két nagy felvásárló társaság. Az új vezetőedző Mirjuca László irányításával elkezdte a felkészülést a kisvárdai futballcsapat. A végig hazai környezetben készülő élvonalbeli együttes az augusztus 3-án esedékes bajnoki rajtig 8 edzőmeccset játszik. Az NB1 2019-2020-as idényének sorsolását csütörtökön tartják az MLS-ben. Új vezetőedző, régi csapat. Röviden így lehetne jellemezni a kisvárdai helyzetet, amely teljesen más, mint az egy évvel ezelőtti. Akkor új csapatot kellett összerakni a története első élvonalbeli szezonjára készülő klubnak, most viszont jóval kisebb a mozgás a játékos keretben. Az biztos, hogy a házi gólkirály Horváth Zoltán és Vári Barnabás Győrben folytatja pályafutását, és a kisvárda nem tart igényt Mihály Minca, Matija Misis és Patrik Mevogungu szolgálataira sem, a kölcsönben lévő Pavlo Lukjancsú pedig visszatér a Dinamo Kijevhez. Érkezési oldalon az egy év zalaegerszegi kitérő után visszatérő kapus Zöldesi Illés, a legutóbb Csákváron szereplő Baranyai Ádám és a Nyíregyháza Spartakusztól szerződtetett Rubus Tamás neve szerepel. A szakmai munka első számú felelőse pedig az elmúlt szezonban az FC Hermannstadt csapatát a román élvonalban bent tartó Mirjuca László lett. A vezetőedző szerint előnyt jelenthet az, hogy sikerült együtt tartani az alapcsapatot, és az, hogy már van élvonalbeli múltja a kisvárdának. Remélem, jobban leszünk, mint tavaly, nem? Mert hát a csapat is már van egy évre embertől, nem? És megpróbálunk most előre lépni. A szakember reményei szerint agresszív, eredményes futballt játszik majd a kisvárda következő szezonban.
Tudom, mindenki azt várom, egy szép játék, 2-3 gól a győzelem. Hát megpróbálom egy agresszív játék, egy szép játék is, de hát végül is mindenki tud erre menni számít. A Kisvárda nem utazik edzőtáborba, végig hazai környezetben készül a csapat. Az első edzőmeccset július 3-án hazai környezetben az ukrán másodosztályú FC Minaj ellen játsszák Gosztonyiék. Azt követően a Vác, a Nyíregyháza Spartakusz, a Diósgyőr, a Kaposvár, a Vasas, a Balmazújváros és a Debrecen ellen csiszolhatja formáját Mirica László együttese. Az NB egy 2019-2020-as idénye augusztus 3-án rajtól, a sorsolást csütörtökön tartják az MLS-ben. A rosszul sikerült őszi szereplés után jó tavasz produkálva biztosan maradt bent az NB1B keleti csoportjában a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Az együttes edzője a következő szezonban is Kaplonyi Zoltán lesz. A játékos keret pedig a visszatérő Nagy Leventével, Gidai Mátéval és Páncél Zoltánnal erősödik. Egy generációváltást követően, főleg fiatal tehetségekre építve, az 5.-8. helyet megcélozva vágott neki a 2018-19-es bajnokságnak a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Ősszel mindössze 6 pontot gyűjtött az akkor még Bécsi János által irányított együttes, amely így kieső helyen töltötte a téli szünetet. Tavasszal már Kaplonyi Zoltán irányításával 11 pont volt a termés, és a 17 pont végül a 9. helyhez volt elegendő a másodosztály keleti csoportjában. Decemberben sikerült rendezni a sorokat, ugye a Kaplonyi Zoli személyében új vezető edzője lett a csapatnak, illetve az Erdős Zolival, a Nyitra Janival, illetve a Nestál Martinnal kiegészülve egy erősebb, ütőképesebb csapatot sikerült összeraknunk. És én azt gondolom, hogy az eredmények minket igazoltak, hiszen az első 5 fordulót zsinórban megnyertünk, ami kellett ahhoz, hogy ugye 6 pont lemaradásunk volt a biztos bemaradástól, úgyhogy ezt gyorsan az első 5 fordulóban sikerült is teljesíteni. Aztán sajnos ott voltak nem várt események. Egyrészt az Erdős Zolinak volt egy nagyon komoly húzódása, ott majdnem egy hónapot nem tudott játszani, és mondhatjuk azt, tulajdonképpen ráépült itt a tavaszi keret. Úgyhogy ez nehézé tette a tavaszt. De összességében azt mondom, hogy nem lehetünk elégedetlenek, hiszen 5-8. Helyet fogalmaztuk meg, végül 9. helyre futott be a csapat, úgyhogy mindenképpen büszke vagyok erre a társaságra. A szakmai munka irányítója Kaplonyi Zoltán marad. A kapuból távozik Olá Zoltán, viszont lesz több érkező is. A kapuba visszatér hozzánk a Nagy Levente, aki hosszú-hosszú évekig volt ennek a csapatnak egy stabil pillére. Ő a játék mellett már a jövőre is gondol, és ugye a Fradiban dolgozott 3 évig, ott már elkezdett az utánpótlásban edzősködni, úgyhogy ő visszatér hozzánk, ráadásul a Gadnai Attilával kiegészülve egy 2 eltérő stílusú kapus érkezik a keretben, úgyhogy lesz a keretben. Jobb oldalra visszatér hozzánk a Gidai Máté, ugye egy rövid békési kitérő után lesz ismét a nyíregyháza játékosa, és ugyanígy a Páncél Zoli, aki egy újabb visszatérő, és lesz még egy igazolásunk, ő a Dobó Zsolti, Egerből érkezik, ő nagyon komoly NB1-es pályafutása mögötte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben az évben egy nagyon, nagyon stabil keretünk lesz. A következő szezon szeptember 15-én rajtol. A csapat július 29-én találkozik először, a 7 hetes felkészülés alatt 9-10 edzőmeccset játszik majd a nyíregyházi KC. Csütörtöktől vasárnapig ismét strandröplabda labdatornának ad otthont Nyíregyháza. Magyarországon elsőként 2012-ben a Szabolcsi megyeszékhelyen rendeztek strandröplabda fesztivált a belvárosban. A hét második felében 4 napon keresztül ütik a labdát a 4 fős csapatok a római katolikus templom előtt 200 köbméter homokból kialakított pályán. A rendezvényre a határon túlról is érkeznek csapatok. Pénteken indul maga az amatőr pénzdíjas strandröplabda bajnokság. Ezt 3 nap alatt fog zajlani most idén, péntek, szombat és vasárnap délután 5 órakor lesz vége, és minden estére szervezünk különböző programokat, mint mondtam, csütörtökön a városi cégek csapatai, pénteken a sportolók, különböző sportágak képviseletében a csapatok, illetve szombaton pedig a testvércégek, tehát a multiknak a bajnoksága zajlik. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Türelmet kér a kertvárosiaktól a nyíregyházi önkormányzat. A városrészben ugyanis számos útmunkálat korlátozza a közlekedést és okoz megnövekedett zaj és szállóporszintet az ott lakóknak. Az önkormányzat ugyanakkor azt ígéri, hogy a 12 milliárd forintból megvalósuló fejlesztések hatására élhetőbbé és biztonságosabbá válik a kertváros. Az átmenő forgalom csökkentésére a Rókabokori út elkerülőig való kiépítésétől vár megoldást a városvezetés. A napokban minden vizsgázónak véget ér az érettségi időszak. Sok középiskolában már az előrehozott szóbeliket tartják. A nyíregyházi Kölcsei gimnáziumban például közel 110-es vagy 11-es maturál. A május-júniusi érettségi szezonban több mint 110 ezeren írásbeliztek. Emelt szinten közel 43 ezer, középszinten pedig 272 ezer diák szóbelizik. Magyarországon 2018-ban 3253 hektáros termőterületen 5448 tonna dohány termett, ami 20%-kal marad el a 2017-es 6802 tonnás termés eredménytől, amelyet összesen 3380 hektáros területről takarítottak be. Ebben az évben még kevesebb lehet a termés, ugyanis a tavalyi évhez képest a termelők 126 hektárral kevesebb területre kötöttek szerződést. Az ágazat működését évről évre egyre inkább nehezíti a súlyos munkaerőhiány. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 26-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Estére túlnyomóan derült idő várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd a nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 21 fok körül alakul. Csütörtökön a több órás napsütés mellett átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól elszórtan zápor, zivatar valószínű, amelyet néhol akár felhőszakadási jégeső is kísérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 35 fok között alakul. A hétvégére több fokkal visszaesik ugyan a csúcshőmérséklet, de még így is kellemesen meleg, nyári idő várható több órás napsütéssel. Vasárnaptól ismét erősödik a nappali felmelegedés, és a hét elején ismét kánikula várható.